Több mint 4300 tanár hiányzik az állami iskolákból, rengeteg a túlóra és sok helyen nyugdíjasok helyettesítenek. Bármelyik kórházban kialakulhat olyan helyzet, mint a Honvéd kórházban, állítja a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Meghalt egy kisgyerek, amikor ráomlott egy melléképület egy része, azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. És hiányosan kinyitva kapta meg a bőröngyét egy magyar utas Budapesten, a reptéren a ruhákat olajosan dobálták vissza. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Több mint 4300 tanár hiányzik az állami iskolákból, ez derült ki a Klebelsberg központ adataiból, tudta meg az index.hu. A portál szerint a kevés tanár miatt sok iskola nem tudja bontani a csoportokat. Sok a túlóra, a kémia és fizika szaktanári kar pedig vészesen öregszik. Sok helyen pedig csak nyugdíjas tanárok helyettesítenek. A pedagógusok szakszervezete szerint a tanárhiány leginkább a kis települések iskoláiban okozhat gondot. Éppen ezért a szakszervezet úgy véli, hogy emelni kellene a kezdő tanárok fizetését, hogy kevesebben hagyják el a pályát. Az EMI egyetért a tanárok megbecsülésének emelésével, ezért is emelték a bérüket és vezették be az életpálya modellt, közölte a szaktárca. Emellett várják a szakszervezet további javaslatait. Van olyan iskola, ahol az érettségizettek több mint egyharmada külföldön tanul, tovább számolt be róla a hvg.hu. A portál szerint a Radnóti Miklós általános iskola és gyakorló gimnázium végzősei közül 41% ment külföldre tanulni, szemben a tavalyi 38%-kal. Hasonló mértékben döntöttek így a diákok a fazekas gimnáziumban is. Az egyházi elitiskolák diákjai viszont inkább itthon folytatják tanulmányaikat. A nyugati határ környékéről pedig nagyjából 10%-os a külföldre felvett diákok aránya. Sokan Ausztriát választják erre a célra, mert ott ingyenes a felsőoktatás. A portál megjegyzi azzal, hogy a külföldön tanuló diákok jelentős része nem tér vissza Magyarországra, jelentős veszteség érheti az elit utánpótlást. Ráadásul a legjobbak és a legmobilisabbak távoznak az országból. Bármikor, bármelyik kórház kerülhet hasonló helyzetbe, mint a Honvéd kórház, ezt Éger István mondta a Népszavának. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint ugyanis már 2 évvel ezelőtt is csak a szükséges orvosok negyede dolgozott a sürgősségi osztályokon. Éger István szerint nem egyszer előfordult az is, hogy nem csak sürgősségi orvos nem volt az osztályokon, de semmilyen szakorvos nem volt ügyeletben, így rezidensekkel látták el a műszakot. A Honvéd kórházban a közelmúltban 112 orvosból 45-en felmondták a túlmunkára vonatkozó szerződésüket, mert elvették az erre adható pénzt. Nem sokkal később lemondott Zahár Gábor, a sürgősségi osztály vezetője. Szerinte a személyi és tárgyi hiányosságok miatt kritikus a helyzet az osztályon. Uniós jogot sérthet, ezért az Európai Unió bíróságához fordult a Stop Soros törvénycsomag miatt egy magyar bíró. Emiatt most áll az összes menekültügyi eljárás, tudta meg a Magyar Narancs. A bíró azért kért előzetes állásfoglalást az uniós testülettől, mert úgy ítélte meg, hogy aggályos lehet a szabályozásnak az a része, amely szerint ki kell toloncolni a menedékkérőt, ha az biztonságosnak számító országon keresztül érkezett Magyarországhoz. Csak hogy a magyar bíró szerint hiába nincs veszélyben a menekült Szerbia, nem lehet visszatoloncolni, mert ott nem működik a menekültügyi rendszer. Közben a kormány meghosszabbította a tömeges bevándorlás miatt elrendelt válsághelyzetet, miközben augusztusban összesen 13 illegális bevándorlót fogtak el. Másfél év után újra felvetődött a vasárnapi boltzár gondolata. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy vegye fontolóra a tiltás újbóli bevezetését. Kérésüket a kereskedelemben tapasztalható 10000-es munkaerőhiánnyal indokolják. A munkáltatói oldal és az MSZP elutasítja az ötletet, a kormány szerint pedig nem aktuális a kérdés. A üzleteknek 95%-a zárva lesz. Mi járatban vannak? Nem nyilatkozom. Szerintem ma ebbe az országba olyan szervezet, olyan kérdésbe nem terjesztett elő népszavazást és nem indíthat, ami a hatalomnak árt. A vasárnapi munkavégzés tilalmára vonatkozó törvényi szabályozást az országgyűlés vonja vissza.
Ezek voltak a vasárnapi zárvatartás alig egy éves történetének legemlékezetesebb pillanatai. A tiltó törvény 2015 márciusában lépett életbe, és a politikai csatározások legmeghatározóbb témája lett. Az ellenzéki pártok és civil szervezetek több mint 20 beadvánnyal próbáltak népszavazást elérni az ügyben, sikertelenül. A kormány végül meghátrált, és a népszavazás helyett a törvény visszavonását vállalták be. Másfél éves csend után most újra felvetődött az ötlet. Nézze, alapvetően abból indultunk ki, hogy egy folyamatos probléma a létszámhiány. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete levelet írt a miniszterelnöknek. Szerintük 10 000 ember hiányzik a kereskedelmi szektorból. Ezt a cégek nehezen tudják kezelni, a vásárlók pedig nehezen tudják tolerálni. A zárvatartás ideje alatt bebizonyosodott az, hogy a munkavállalók ezt a kialakult helyzetet, ami akkor volt, elfogadták és örültek neki, sőt a mai napig támogatják. A másik dolog, hogy hogy jött ez elő, figyeltük a folyamatokat, és folyamatos létszámhiány van. A munkáltatói oldal részéről nem tartják indokoltnak a vasárnapi boltzárat. Teljesen indokolatlan és szerencsétlen ötletnek tartom, hogy ezzel a kérdéssel előálltak. Teljesen világossá vált az elmúlt a 2015-2016-os évben, amikor a boltzár Magyarországon érvényben volt, hogy egy irracionális, a munkaadóknak, vállalkozásoknak kedvezőtlen, a munkavállalók számára is kedvezőtlen, és nem utolsó sorban a lakosság számára is hátrányos intézkedés volt. A korábban a témában többször is népszavazást kezdeményező MSZP továbbra is értelmetlennek tartja a javaslatot. Ha a munkaerő hiányra hivatkozva be kéne zárni vasárnap a boltokat, akkor ugye be kéne zárni az iskolákat, be kéne zárni a gyárakat, meg esetleg be kéne zárni különböző szolgáltató cégeket is, mert ma Magyarországon súlyos probléma a munkaerő hiány. A kormánynak inkább azon kéne elgondolkodni, hogy miért vándorolt el Magyarországról több százezer fiatal munkavállaló. A Kormányzati Tájékoztatási Központ rövid közleményben reagált a felvetésre, eszerint a kormány a vasárnapi boltzár ügyében nem tervezi jogszabálymódosítást. Megszüntetnék az idegenforgalmi adót az adótanácsadók, számolt be róla a Világgazdaság. A szakemberek szerint ugyanis az adó beszedése, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztráció többe kerül, mint amennyi pénz befolyik belőle. Az adótanácsadók több adónem esetében csökkentenék az adminisztrációt. Ezt a célt szolgálná az is, hogy felemelnék az alanyi adómentesség összeghatárát évi 12 millió forintra. Így a katás vállalkozók adminisztrációs terhei csökkennének. A pénzügyminisztérium államtitkára várhatóan a hónap közepén egyeztet az adótanácsadókkal, ahol az adminisztráció csökkentéséről is tárgyalnak. Megszűnhet az osztatlan közös tulajdon, a kormány már el is készítette az erre vonatkozó törvényjavaslatot, ezt Nagy István agrárminiszter mondta az Inforádió műsorában. A miniszter szerint a probléma 3,5 millió embert érint. Nagy István szerint a jelenlegi szabályozás gúzsba köti a mezőgazdaságot, és a versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen lépés. A mezőgazdaságban az a terv, hogy az olyan birtok esetében, ahol nem jelentkezik a tulajdonos, vagy nem lehet elérni, az állam megvenni a földet, majd egy optimálisnak tartott birtokméret kialakítása után tovább értékesíteni. Meghalt egy 9 éves kisgyerek Felsőpakonyban, amikor összedőlt a házuk egy része. A kisgyerek holttestét a katasztrófavédelem kutyáskereső szolgálata találta meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy mitől dőlt össze, mint egy 50 négyzetméteres épület harmada. A mentők megpróbálták újraéleszteni a gyereket, de már nem tudtak rajta segíteni. A polgármester híradónknak azt mondta, a család elkezdte felújítani a több mint 40 éves épület tetejét, de az eső átáztatta a födémet, részben emiatt omolhatott le a ház. A ház teljesen lakhatatlanná vált, egyelőre a statikus első véleménye szerint bontásra ítéltetett, ezért kell lezárnunk a helyszínt, hogy nehogy a romok alá kerüljön még valaki, vagy bemenjen oda illetéktelen személy. Egy koncertre várakozó tömegben lövöldözött egy férfi Kaliforniában, mire sorra került, elfogyott a jegy, emiatt lőtt a levegőbe. A rendőrök megsebesítették, most kórházban ápolják. San Bernardinóban pedig 10 ember sebesült meg, köztük 3-an súlyosan, szintén egy lövöldözésben, a támadók elmenekültek.
Villogó szirénák, mindenfelé egyenruhások, és még a sheriff gépkocsija is a helyszínre érkezett a kaliforniai Delmarban, ahol egy koncert közelében tört ki lövöldözés. Sorban álltunk a jegyért, amikor lögdösődés kezdődött. Egyszer csak egy férfi fegyvert rántott elő, és háromszor a levegőbe lőtt vele. Aztán mondták neki, hogy tegye le, majd a sokkoló hatására leejtette a fegyvert. Végül a rendőrök háromszor meglőtték, mondta egy szemtanú. A fegyveres az Ice Cube nevű hip-hop sztár koncertjére akart bejutni. Akkor vesztette el a fejét, amikor kiderült, hogy elfogyott a jegy. A lövöldözés miatt a tömeg a közeli parkoló irányába rohant, csak a fegyveres sérült meg az incidensben. 10 megsebesültek viszont ugyancsak Kaliforniában, San Bernardino-ban, ahol egy lakótelepen dördültek lövések. 3 ember állapota válságos. Több fegyveres nyitott tüzet az emberekre, de sikerült elmenekülniük. San Bernardino-ban 3 éve 14 ember halt meg egy terrortámadásban. Ügyvédje szerint részletes beismerő vallomás, tehát az a 17 éves lány, aki Miskolcon rabolt ki egy másik 17 éves lányt az utcán. A gyanú szerint 5000 forintot zsákmányolt, ami miatt akár 7 évet is kaphat. A bíróság a fiatal lányt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Fényes nappal kamerák által megfigyelt területen találkozott a támadó az áldozatával. Egy utcasarkon segítséget kérve állította meg a 17 éves lánya másikat. A kép felső részén látható az akció, amelyet többen is tétlenül néztek végig. A lány még ezután próbálta visszaszerezni a pénzét, de hiába ment támadója után. A gyanúsított pénzváltás ügyén szólította meg a sértettet, akitől 5000 forintot kért, hogy váltsa fel részére. A sértett, amikor elővette a pénztárcáját, akkor ezt a gyanúsított megragadta, elvette belőle 5000 forint készpénzt. A sértett, amikor kérte vissza a készpénzét, akkor viszont a gyanúsított egy alkalommal őt arcon ütötte, majd elmenekült a helyszínről. A fiatal támadó sírva érkezett a bíróságra. A 17 éves lányt megbirincselve rapszión vezették délelőtt a meghallgatására. A gyanúsított már az első kihallgatása alkalmával saját bűnösségére is kiterjedő, részletes, tényfeltáró, őszinte beismerő vallomást tett. A cselekmény elkövetését azóta már őszintén nagyon megbánta. A bíróságot ez a megbánás nem hatotta meg. A lányt 30 napra letartóztatták. A gyanúsítottal szemben rablás büntette, testi sértés vétsége és gazdaság vétsége miatt indult büntető eljárás. A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a várható büntetéstől félve megszökne, elrejtőzne, tekintettel arra, hogy vele szemben akár 7 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A bíró döntése egyelőre nem jogerős, mert az ellen a lány és a védője fellebbezett. 3 nap alatt 67 embert állítottak elő a rendőrök a Hős utca környékéről kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A fokozott ellenőrzést Kőbánya polgármestere kérte a napokban a belügyminisztertől, mert a droghelyzet már kezelhetetlenné vált a kerületben. A kábítószer kereskedelem központjának tartott Hős utcai telep felszámolása azonban a polgármester szerint szinte biztos, hogy nem fejeződik be a tervezett határidőre, vagyis 2019 végére. Mentőautók és rendőrök a Hős utca környékén majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, amikor drog okozta tömeges rosszulét miatt több mint 20 embert szállított a kórházba egyetlen nap alatt. Ezek a képek pedig az elmúlt hetekben készültek, nem a Hős utcában, hanem Kőbánya belső forgalmas területein, láthatóan öntudatlanul valamilyen szer hatása alatt álló emberekről. A Momentum kőbányai jelöltje azt mutatja, hogy például itt a Kőbánya alsó vasútállomástól nem messze szokták kiütni magukat a drogosok a játszótértő szomszédságában. A vasútállomáson dolgozó biztonsági őrök szinte arcról ismerik a drogosokat, ám a bódult emberekkel szemben sokat ők sem tehetnek. Kiadom ide, ez már külső terület, ez már nem a miénké, akkor üljél le vagy valami, és akkor leülök. Miközben a biztonsági őrökkel beszélgetünk, egy szipus tűnik föl közvetlenül mellettünk. Nem zavartatja magát, még az üveget is megmutatja a kamerának. És mi ebbe a jó? Nem jó. Nem jó? De akkor miért csinálja, ha nem jó? Mert 38 éves szív van. Tudod? És nem fél attól, hogy elviszik a rendőrök? Hát, bevisztek valahol, és akkor...
A férfi tevékenysége láthatóan senkit nem zavar, pedig az első slukkot épp az úttest közepén szippantja ki a zacskójából. Egy másik kábult férfi pedig egy padon pihenget, mintha csak a buszra várna, fekve. Az óvodáktól, az iskoláktól 50 méterre van, az emberek ezen másznak keresztül, és egész nap ezt látják. Semmi nem történt, sőt, több hónapon keresztül, most, mikor a helyzet már annyira súlyos, hogy a lakosság teljesen fel van háborodva, most a polgármester végső kétségbeesésében a rendőrséghez fordul. Ami kialakult az elmúlt hetekben, kritikussá tette a helyzetet Kőbányán. Kőbánya polgármestere bár belátja, hogy a drog probléma elsősorban nem rendészeti kérdés, mégis a belügyminiszter segítségét kérte a napokban. Valóban a közerkölcsöt, köztremérmet, köztisztaságot sértő szabályok figyelembevételét kértük, hogy helyezzék előtérbe. Természetesen a drog ellen az önkormányzat számos eszközzel küzd, de itt nem kőbányai problémáról van szó. A rendőrség augusztus 31-én délutántól el is rendelte a fokozott ellenőrzést a drogfészeknek tartott Hős utcában és a környékén. Ez alatt az időszak alatt 67 embert állítottak elő a rendőrség közlése szerint különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. Az ellenőrzések azonban egyhamar nem érnek véget. Szeptember 17-én 16 óráig biztosan marad majd a fokozott rendőri készültség itt a Hős utcában és a környékén. Az ATV híradójában Molnár Fruzsina riportját látták. Kinyitva, átragasztva és hiányosan került elő a Ryanair egyik utasának bőröngye Budapesten. A dél-spanyolországi nyaralásból visszatérő család táskáját a bor szerint kibontották, a ruhákat átforgatták és olajosan visszadobálták. A csomag tulajdonosa azt állítja, hogy a bőröndöt nem vehette át az érkezéskor. Reklamált, de megnyugtatták, hogy másnap készhez kaphatja. Az esetről egyébként nem készült jegyzőkönyv. Egy szakértő szerint ilyen esetekben szinte lehetetlen kártérítést kapni a légitársaságoktól. Panama, Ausztrália, Japán és a Karib-tenger ezek a legnépszerűbb luxus utazások a magyarok körében. Nem csak belföldön voltak teltházasok a szállodák nyáron, de külföldön is rengetegen nyaraltak. A turisztikai szakemberek szerint egyre előrelátóbbak a magyarok. Egyiptomba és Törökországba például szinte valamennyi utat előre lefoglalták. Ma már az iskolapadban ülnek a gyerekek, néhány napja még a Balatonban fürödtek. A vendéglátóhelyek szerint az idei szezon kiemelkedő volt. Belföldön a Balaton az egyik legnépszerűbb úti cél a magyarok körében. Nagyon erős nyáron vagyunk túl, ennek az augusztus 20-a volt a csúcsosodása, egy gombostűt sem lehetett a tónál lejteni, és hát az éttermek kifogytak az alapanyagokból, és egyszerűen erre a tömegturizmusra nagyon-nagyon nehéz felkészülni. A külföldön nyaraló magyarok továbbra is a horvát, a görög és a török tengerparton szeretnek pihenni. De egyre népszerűbb például Panama. Az egzotikus őszi és téli ajánlatok közül kedvelt úti cél a Karib-tenger, Ausztrália, Japán vagy éppen Dubáj. Ezekre az utakra átlagosan 1,5-2 millió forintot fizet ki egy magyar turista. De a földközi tengernél is sok magyar tölti az idejét, igaz hajón. Az elmúlt 2 évben megduplázódott a tengeri hajóutasok száma, vagy akik tengeri hajóúton vesznek részt. Egyre népszerűbb utazási formáról, vagy forma a hajóút Magyarországon is. És hát valóban egy nagyon jó árértékarányú, nagyon komplex termékről beszélhetünk. Budapesten is jelentős forgalmat bonyolítanak a szállodák és vendéglátóhelyek. Nem csak a világsztároknak, a közösségi médiának köszönhetően is Budapest újra divatba jött. A magyar fővárosban nem csak a buli turisták, hanem a minőségi szórakozásra vágyó, jómódú vendégek is egyre szívesebben jönnek. Nagyon jó minőségi éttermeink vannak, sokan ezt úgy nevezik, hogy budapesti gasztroforradalom, vagy magyarországi gasztroforradalom, és van benne igazság. Nagyon-nagyon jó szállodai kínálatunk van, és az ötcsillagos szállodák közül is már bőven lehet választani. Ezen kívül pedig nagyon sok programmal is elkápráztatjuk az irálátogatókat. A szakemberek szerint már nem beszélhetünk főszezonról, sem a hazai, sem a külföldi utazásoknál. Egyre többen pihennek ugyanis évközben, például a hosszú hétvégéken. Szeptember 10-én indul Jakubcsek Gabriela új műsora, a Jakubcsek Plusz itt az ATV-n. A műsor hétköznaponként este 8:30-tól lesz látható. A műsorvezető azt mondta, hogy addigra már lemennek a hírek, megtudtuk, hogy mi történt a világban, ők pedig arról beszélgetnek majd, ami a hírek mögött van, és hogy az embereket ez hogyan érinti. Legalább 20 éve ismerem őt, azóta egy csomó minden változott körülöttünk. Egy dolog biztos, hogy nem, mindig hiteles abban, amit csinál. Az ATV új műsorvezetőjét a nézők is már legalább 20 éve ismerik. Én mostantól itt leszek,
Na jó, egy kicsit lejjebb, de ősztől várom Önöket. Egészen pontosan egy hét és indul Jakubcsek Gabriella új műsora. A felvételek már javában zajlanak. Adásonként két témát dolgoznak fel. A műsor főszerkesztője azt mondta, legyen inkább feszesebb a tempó, mint hogy a néző megunja. Kifejezetten közérzeti show lesz, illetve közérzeti talk show, aminek a lényege az, hogy most kivételesen nem csak ilyen lózungszerűen mennénk bele témákba, tehát hogy úgy csinálunk, mintha, hanem valóban, csak mondok három témát, házassági szerződés, válni szépen egyáltalán lehet-e. Jakubcsek Gabriella olykor társműsorvezetőt is kap, téma függő, mikor kijön majd. Elsőként Kárász Róbert kapott szerepet. Nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon régóta kedveljük egymást, és alapvetően ez az ismertség szerintem átlendített engem ezen a kezdeti stresszen vagy izgalmon. Ha a nézők elképzelnek egy stábot, akik reggel a hírekkel kelnek, aztán egész nap azt figyelik, mi történik itthon és a világban, akkor nagyjából tudják, milyen a Jakubcsek Plusz csapata. Az a műsorajánlat hozott ide, amiben ki kell találni valamit, valami jó ügyet kell szolgálni, és ami szerintem az én profilomba vág. Tehát beszélgetni kell, aktuálisnak kell lenni, én azt se bánnám, ha humor is lenne benne, mert én ezt nagyon hiányolom a televíziózásból, és nagyon szeretném, hogyha a mélységeit meg a magasságait is megérhetnénk ebben a műsorban. Lehet, hogy sírni is fogunk, de nevetni mindenképpen. Hogyha egy mondatban kéne összefoglalni, akkor az egyenes beszéd után miért nézik a Jakubcsek Pluszt? Mert ez a nap levezetője. Én úgy érzem. Tehát ez az a műsor, ahol most már elgondolkodtatóan egy jó társaságban lehetnek. Tartsanak velem! Viszontlátásra! Szeptember 10-től Jakubcsek Plusz. Kizárólag itt az ATV. A híradó végén jön az időjárás jelentés. Gál Noémi mondja el a részleteket. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, bár napos körzetek délután is előfordulhatnak, de összességében szomorkás a mai időjárás hangulata, hiszen általában erősen felhős felettünk az ég, és a délutáni órákban is több helyen lehet további zápor, zivatar és jelentősen mennyiségű csapadékkal is számolnunk kell. 20 és 26 fok között alakul a csúcsérték, a szél pedig elsősorban az ivatarok környezetében erősödik majd meg. A folytatásban egészen a hétvégéig marad a változik, kisékonyabb időjárás, bár azért nagyobb területen kisüt majd a nap, kevesebb csapadék ígérkezik, a déli délkeleti területeken pedig erősödik a felmelegedés, ott akár 30-31 fokot is mutathatnak a hőmérők, de máshol is az ország nagy részén 25 fok feletti maximumok ígérkeznek. További szép délutánt kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A híradó után is érdemes velünk maradni, mert azonnal kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, milyen témákkal várod a nézőket? Szervusz, Anna, reggelről van három téma. Dzsudzsák Balázs nagyon érdekli a nézőket, sokan hozzászóltak ahhoz a hírhez, hogy mégsem igazol a Vidihez. A másik téma az országos tanárhiány, 4500 pedagógus hiányzik jelenleg országos szinten. A harmadik pedig, hogy meghosszabbították a tömeges migráció okozta válsághelyzetet, de beszélhetünk az egészségügyről is, ugyanis kijött egy friss adat a Magyar Hírlapban, miszerint 39 ezer orvos dolgozik jelenleg Magyarországon, és ez 1960 óta a legnagyobb szám. Én azonban úgy tudom, hogy közel sincs ennyi orvos. Egy egészségügyi közgazdásszal készítettem interjút két hete, és ő azt mondta, hogy mindent egybevetve, a házi orvosokat is beleszámítva, maximum 25 ezer orvos dolgozik Magyarországon. Óriási különbség a 39 ezer és a 25 ezer között, ami van, úgyhogy beszélgethetünk erről is. Köszönöm szépen, Feri. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Én pedig mára megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép napjuk, viszontlátásra! Thank you.